Közel 3500 igazolt játékossal és 106 csapattal a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság a legnagyobbak közé tartozik az országban. Az elmúlt év augusztusában rajtuló szezonban 9 csoportban, 6 pályán közel 1400 meccset láthattak az érdeklődők. 106 csapat vett részt a bajnokságban, minden probléma nélkül, ez nekünk nagyon fontos, hogy jól érezzék a csapatok magukat, kiszolgáljuk őket. Ez a feladata a Nyírsuli Kft.-nek, és a Gyírvévé Kft. Is mindent elkövetett annak érdekében, hogy kitűnő komfortigényeket biztosítson a csapatok részére. Közel 1400 mérkőzést bonyolítottunk, és én bízom benne, hogy a következő idényben még fog nőni ez a létszám, hiszen már jelen pillanatban is van 8-10 csapat, akik szeretnének bekapcsolódni ebbe a bajnokságba. Most már az ősz idénytől 6 villanyfényes pályán, város jó voltából 6 villanyfényes pályán fogunk tudni játszani, és bízom benne, hogy egyre több mérkőzést tudunk úgy lejátszani, hogy ne kellessen halasztani. Az elnök szerint minden csoportban akadtak meglepetések, de összességében érvényesült a papírforma. Vannak olyan csapatok, akik évről évre lépegetnek előre, hiszen mindenki előtt az a cél, hogy a lehető legjobb helyen végezzen, ha nem is bajnokként, de második helyen feljutóként ne lépjen előre, egészen az A csoportig. Most ugye van 9 csoportunk, az öreg fiúk is meg vannak osztva első és másodosztályra, ott is óriási küzdelem van, és most történt meg az átalakítás ennek a csoportnak, ott most ebben az évben 3 kieső és 3 feljutó lesz, de fantasztikus. Fantasztikus mérkőzések vannak. Vannak olyan csapatok, akik évről évre bajnokságot nyernek, vannak viszont meglepetés csapatok, főleg az alsóbb osztályból kerülnek ki ezek a csapatok, és hát én bízom benne, hogy ez így lesz a jövőt illetően is. A 9 csapattal megrendezett szuperkupát az Old Boys csoportban szereplő Fehértó Kft. Nyerte a C csoportos Red Wolf és a B csoportban szereplő Szacsakertváros előtt. Az új szezon augusztus közepén rajtol.